Képviselő úr, mi lesz a mai fórumnak a témája? A Momentum mozgalom országjárásba kezdett rezsi fórumok a fő témák, és egyrészt szeretnénk a választópolgárokat szembesíteni azzal, hogy Orbán Viktor és a Fidesz kormány a választás előtt mit ígért a magyar választópolgároknak, és ugye azt ígérték, hogy megvédik a magyar családokat és megvédik a rezsicsökkentés ezzel szemben. A választás után 3 hónappal bebizonyosodott, hogy mindez, amit ígértek, az hazugság volt. Kétszeresére emelték a villanyárat, hétszeresére a gázárat, és én úgy gondolom, és a Momentum mozgalom is úgy, hogy ezt meg kell tudniuk az embereknek. Másrészt szeretnénk felmérni a választópolgároknak az élet helyzetét, hogy ők hogyan tudnak viszonyulni egy ilyen gyors váltáshoz, és hogy hogyan érintik őket a megnövekedett gáz és villanyár, és egyrészt hogyan érzékelik a megnövekedett élelmiszer árakat. Másrészt szeretnénk bemutatni nekik a mi javaslatainkat, hogy mi mondunk erre a gazdasági válságra. És miből áll ez a rezsimentő csomag? Egyrészt szeretnénk csökkenteni az áfát, a gáz és az áram áfáját 27%-ról 0%-ra, és úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan, hogy választás után 3-szorosára emelték a rendszer használati díjat. Ezt drasztikusan kell csökkentenünk. Rezsikupont szeretnénk bevezetni a kárderkockákban élő családoknak, és van egy személyes javaslatom is, amit én erőltettem azoknak a családoknak, ahol nincs gázvezeték, csatlakozás, távfőszolgáltatás, és én erre azt mondom, hogy emeljük a rezsivédett áram duplájára ezeknél a családoknál. Főpolgármester helyettes úr, mi lesz a mai fórumnak a legfőbb témája? Arról, hogy milyen politikai helyzetben van az ország, milyen gazdasági helyzetben van az ország, és hogy beszéljünk arról, hogy mit lehet ezzel kezdeni, mik az okai ennek a rezsiválságnak, ami kialakult, milyen adósságai vannak ennek az országnak a polgárai felé, és hogy hogy lehet egyébként ezeken az egyéni élethelyzeteken segíteni, amik most azért borzasztóan alakulnak, tehát egyrészt van az energiaáremelkedés, ami az embereknek a rezsiszámláján meg fog nyilatkozni. Emellett pontosan ugyanebben az időben elengedik a rezsitámogatást is, tehát a rezsicsökkentést is feladják, és ráadásul nagyon hátrányosan érinti az intézményeket és a vállalkozásokat is a rezsijárak emelkedése, és várhatóan nagyon súlyos gazdasági válság fog következni úgy is, hogy rengeteg cég fog tönkre menni, és ezek mint munkáltatók fognak hiányozni az országból. Én attól tartok, hogy nagyon sok ember fog munkanélkülivé válni, és itt egy olyan szociális válság következik, amire együtt kell megoldást találnunk. Mikortól lehetne ebből a kilábalni? Mikor lehet elkezdeni a kilábalást ebből a helyzetből? Mit gondol? Hát egyrészt van ennek a válságnak egy olyan része, amit nem lehet az önkormányzatok szintjén, nem lehet országos szinten megoldani, hanem valószínűleg az Európai Unió szintjén kell az energiaáramoknak az emelkedését valamilyen módon megakadályozni és ennek elejét vetni. Az pedig, hogy azok azonnal el kell kezdeni segítenie az államnak is, és az önkormányzatoknak is, azokon a módokon, ahogy tudnak az embereken. Tehát mi például Budapesten már a rezsitámogatást megnöveltük, igyekszünk az embereknek biztosítani azt, hogy minél könnyebben jussanak hozzá ez a támogatáshoz, tehát hogy egy olyan támogatási módot vezettünk be, hogy ne kelljen nekik folyamatosan bürokratikus úton igazolni, hogy jogosultak erre a támogatásra, hanem hogy minél gyorsabban hozzájuthassanak. Emellett pedig a Momentummal van egy 3+1-es javaslatunk, ami egyrészt azonnali segélyt ad, másrészt pedig azt is támogatja, amit az ország elmulasztott az utóbbi időben, tehát az elmúlt 10 évben rengeteg támogatást kellett volna embereknek adni ahhoz, hogy energia hatékony átalakításokat végezzenek az ingatlanjaikon.